Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Digitális szakadék csökkentése a kormányzat gazdaságélénkítési folyamatának újabb állomása Tolnám. Népszerű az elektromos autók pályázat, már 2000 igénylés országosan. Fejlesztés, több köztéri lámpát helyeznek ki Tolnám. Erdőlátogatási tilalom Gemencben, sokan gyűjtik a gímszarvasok agancsát, pedig bűncselekmény. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Bonyhádon lesz a digitális szakadék csökkentését célzó pályázati program egyik állomása. A megnyitón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a gazdaság élénkítést megcélzó programban közel 100 önkormányzat vesz majd részt. A cél, hogy a munkavállalók képesek legyenek hatékonyabban eligazodni a digitális világban. Hogyha kimennek az udvarra és körbenéznek itt Bonyhád déli határában, akkor láthatják, hogy 5 év alatt milyen óriási fejlődés nőtt ki, vagy történt meg, és mennyi csarnok, ipari csarnok nőtt ki a földből. Tolna megye gazdasági térképét vizsgálva Bonyhád térsége a legdinamikusabban fejlődő terület az elmúlt 5 esztendőben. Számokban kifejezve ez 100 millió forint körüli helyi adóbevételt jelent évente, mondta a térség országgyűlési képviselője. A gazdaság fejlődéséhez pedig elengedhetetlen a digitális világban való készségek fejlesztése. Ennek a pályázatnak köszönhetően az elmúlt időszakban 768-an vettek részt ilyen képzésben, amit a Tolna megyei szakképzési centrum munkatársai bonyolítottak le, és ma egy újabb ilyen képzés indult el itt Bonyhádon. 2010 óta érzékelhető gazdasági növekedési pályán van Magyarország, mondta Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kifejtette, miközben az unió költségvetésének 30%-át fordítják gazdasági élénkítésre, Magyarországon ez a szám megközelíti a 60%-ot. A digitális hátrányok leküzdése pedig tovább fogja érinkíteni ezt a folyamatot. Folyamatosan fejlődik Magyarország gazdaságilag, illetve pénzügyileg is. 2010 óta ez a fejlődés töretlen. A munkanélküliségi mutatók is nagyot változtak, hiszen 12%-ról 3,6%-ra csökkent a munkanélkülieknek a száma. Soha ennyien nem dolgoztak a rendszerváltás óta, több mint 4,5 millióan dolgoznak, és hát a bérek is folyamatosan növekednek az elmúlt 6 évben töretlenül. A digitális szakadék csökkentése programban a tervek szerint közel 100 önkormányzatot szeretnének bevonni a következőkben. Népszerű az elektromos autók megvásárlását támogató pályázat. Az első ütem meghirdetése óta több mint 2000 gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó igény érkezett be országosan. Minden második esetben már a kifizetés is megtörtént. A pályázat célja, hogy a minisztérium hozzájáruljon a környezet kímélő járművek elterjedéséhez Magyarországon. Rengetegen csapnak le az állami ingyenpénzre az elektromos autók megvásárlását támogató pályázat 2018 nyarán lezárt első részében a 2,3 milliárd forintos keret terhére mintegy 1600 autóra érkezett támogatási kérelem. Az első ütemben leadott eredményes pályázatokra utófinanszírozási konstrukcióban kapják meg a támogatási összeget. A pályázók. A tárca annak érdekében, hogy minél többen vásárolhassák meg a környezet kímélő gépjárműveket, az elszámolás benyújtásának végső határidejét 2019. június 30-ára hosszabbította meg. Itt vagyunk Szekszárdon a Sportközpont parkolójában. Ehhez az e-töltőállomáshoz most autóval nem lehet bejönni, hát gyalog be lehet, ha valaki felkapja az autóját, akkor van esélye tölteni az elektromos autóját. No, ezen kívül azonban Szekszárdon még másik két helyen is, az egykori megyei tanácsként ismert épület sarkán lehet még elektromos autót tölteni, illetve a piactéren, hogyha valaki ismeretes a városban, akkor ezeket a helyeket tudja. Arról nincs adatunk, hogy Szekszárdon hány elektromos autó szaladgál a városban. Sajnos annyit tudunk, hogy az elektromos autók vásárlását célzó pályázattal országosan 2018 nyarától mintegy 2000 autót vásároltak. Ennek körülbelül az utófinanszírozás által már úgy 1000 autónak ki is fizették a pályázati összegét.
A pályázat célja, hogy a minisztérium hozzájáruljon a környezetkímélő járművek elterjedéséhez Magyarországon. Az új pályázati rendszerben 1,5 millió forintig előre kifizetik a megnyert összeget, ezzel is segítve a mielőbbi autóvásárlásokat. A régióban, hazánkban értékesítik a legtöbb elektromos járművet. Emellett folyamatosan épül ki az elektromos autózás térnyerését támogató infrastruktúra is. Tavaly év végéig 23 önkormányzat 50 töltőt létesített. Péntektől drágábban tankolhatunk, a benzinára 3 forinttal 345 forintra, míg a gázolajé 2 forinttal 383 forintra nő. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Helyiek kérésére fejlesztette az önkormányzat a közvilágítást Tolnán. A Víztorony utcában egy eddig kevéssé kivilágított területre helyeznek ki köztéri lámpákat. A helyi önkormányzati képviselők döntése nyomán az érintett utcában korábban már segített így az önkormányzat az ott élőknek, ám most újabb lámpatestek felszerelését kérték az ott élők. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a meglévő lámpaoszlopra helyezünk ki, vagy helyeztetünk ki egy új lámpatestet. A jelen esetben a Víztorony utcának az a szakasza, ami a kápolna fölötti rész, ahol sajnos a kápolna területén elég gyakran hangoskodnak, szemetelnek éjszakánként a fiatalok vagy nem fiatalok. Én nem vagyok közöttük, és nem tudom, de hát úgy tudom, hogy azért általában nem a nyugdíjasok azok, akik esténként oda járnak beszélgetni. Az ott lakók kérték, hogy egy kicsit jobban világítsuk meg azt a területet, és ennek eleget is fogunk tenni. 20%-kal nőtt az influenza-szerű megbetegedések miatt orvoshoz fordulók száma országosan az elmúlt héthez képest. Január 28 és február 3-a között több mint 77 ezer beteget regisztráltak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A legtöbb beteg Tolna, Hajdú-Bihar és Heves megyében volt, az országos influenza-járvány miatt továbbra is fenntartják a látogatási tilalmakat a kórházak és ápolási intézetek. Tolna megyében is teljes körű a tilalom a Balassa János kórházban és a Dombóvári Szent Lukács kórházban. Csak Tolna megyében 100 millió forint értékű agancs van az erdőkben, és ez csak a legális értéke. A fekete piacon ennek a négyszeresét is kifizetik a szarvasbika ékes díszéért, ám az agancs gyűjtése és értékesítése bűncselekmény. Jelenleg erdőlátogatási tilalom van érvényben a gemenci erdőben, elsősorban a gím szarvas agancs hullajtása miatt. Január és április között hullatják el a szarvasok az agancsukat. Sokan nem tudják, hogy ezek birtoklása, értékesítése bűncselekmény, és igen borsos, mintegy 100 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után. Az agancsot kizárólag írásos engedély birtokában lehet gyűjteni, amit a helyi vadásztársaság állít ki, mondja az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezetének titkára. Tradíciója van az agancsgyűjtésnek, az illegális agancsgyűjtésnek, ugye lehet legálisan is gyűjteni, sőt megelőzendő az eltulajdonítást a frekventáltabb helyeken, ahol nagyobb szarvasállomány vagy dámszarvasállomány található, ott maguk az erdőgazdaságok vagy vadászatra jogosultak adnak engedélyt a gyűjtés szenvedéllyel végzőknek, hogy visszakerüljön hozzájuk maga az agancs, fizetnek érte valamit. Tavaly a hullajtott agancsból csak Tolna megyében 100 millió forint folyt be. Egy kiló agancsért megközelítőleg 5000 forintot adnak, ám a fekete piacon ennek a négyszeresét is kifizetik az agancsokért. Király István azt mondja, többek között az agancs hullajtás miatt van érvényben erdőlátogatási tilalom a gemenci erdőben február 4-e és március 14-e között. Az erdőlátogatási tilalom oka elsősorban a gímszarvas agancs hullajtásának az időszakával köthető össze, és akkor abban nyilvánul meg, hogy a hullajtott agancs gyűjtését próbálják megelőzni, ami azért nem kis értéket képvisel, illetve az ebből eredő zavarás. Tehát ugye nyilván ennek a gyűjtése jellemzően jogszabálysértő módon történik, és ezáltal a vadzavarása a vadállományra nézve is hátrányt okoz. A vadászkamara titkára azt mondja, nem csak az értéke miatt nem szabad gyűjteni az agancsot, hanem azért is, mert a megzavart vadak ilyenkor természetellenesen viselkedhetnek, ruddiba verődve vonulhatnak és kimehetnek az útra, ott balesetet okozva. Számítani kell tehát a vadak megjelenésére Tolna megye útjain a következő időszakban. 120 ezer forint értékű gyűrűt lopott el egy bajai 23 éves férfi egy szekszárdi üzletből még tavaly decemberben. A férfi arra kérte az eladót, hogy mutassa meg neki az ékszereket,
és közben zsebre rakta a gyűrűt. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai elkapták a tolvajt, aki beismerte a bűncselekmény elkövetését. Történelem ember közelben. Ezzel a címmel indított előadás sorozatot Csümegi József, a Bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója néhány évvel ezelőtt, amely mára olyan nagy népszerűségnek örvend a településen, hogy az érdeklődőkkel megtelt az iskola előadóterme. A szakember a magyar történelem jelentős alakjait és eseményeit mutatja be közérthető módon, miközben beszámol a történész szakma friss kutatási eredményeiről is. A 31. előadáson az érdeklődők Verbőci István a magyar jogfejlődésért tett erőfeszítéseiről hallgathatott meg egy érdekes beszámolót az iskola auditoriumában, ahol az is elhangzott, Verbőci István bárói rangját, pozícióját és mindazt, amit elért, azt egy Tolna megyei családnak köszönheti. Ez pedig a Szobi család, hiszen a felesége Szobi Mihálynak az egyetlen leánya volt, így megörökölte ezt a vagyont. Viszont Szobi Mihálynak a nagybátyja viszont László Bátai apát volt, aki 40 éven keresztül volt egy prominens apátságnak az élén, ahova királyok jártak, tehát nyilván ezzel a háttértámogatás megvolt ahhoz, hogy maga a Szobi család is fölemelkedjen és bárói rangra jusson, és hát Verbőci nekik köszönheti az egész pályafutását. Újabb bemutatóval és irodalmi esttel jelentkezett a Magyarországi Német Színház, ezúttal Koch Valéria munkásságának és életének részleteit dolgozta fel a társulat. Ő idén lett volna 70 éves, sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk, és úgy gondoltuk, hogy ezzel az esttel az ő emlékének adózunk. Különleges kezdeményezéssel emlékezett meg a Magyarországi Német Színház Koch Valériáról. A fiatalon elhunyt magyarországi német költőnő két nyelven alkotott, származásának köszönhetően két kultúrát, két gondolatvilágot tudhatott magáénak. Költészete nem klasszikus értelemben vett magyarországi német költészet, ő mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja. A társulat ezúttal egy olyan darabot, vagy inkább előadói estet állított színpadra, mellyel méltóképpen emlékezhetett meg róla. Nem dolgoztunk rendezővel, hanem csapatmunkában állítottunk össze egy előadói estet. Ennek minden jó és nehéz oldalával együtt. A témájában emberi kapcsolatok, személyes, szerelmi, baráti, családi, nemzeti és globális értelemben pedig a háború és a béke vannak a fókuszban. Mi lehetséges a mesében és milyen a valós élet? Milyen világban élünk gyerekszemmel, a kisherceg szemével és felnőtt szemmel nézve? Mindez Koch Valériára jellemző szarkasztikus humorral. Ez egy nagyon-nagyon érdekes utazás volt egy új munkamódszerben, egy új számunkra is ismeretlen területen, hiszen azért Valéria Koch nem egy olyan közismert név, mint bármi más, akivel a középiskolás irodalomban vagy irodalomórákon találkozunk. És az előadás is ezért lett olyan, amilyen, mert ezt a handicapet, ami egy viszonylag ismeretlen írónő, költőnek az estjét belengheti esetleg egy, ha hallja valaki, hogy most ez lesz aki bejön, úgy érzem, hogy egy olyan utazáson vehet részt, amit megemleget. Koch Valéria életműve érettségítétel is a német nemzetiségi iskolákban, ezért a középiskolák és tanáraik számára is fontos lehet ez az előadás. A verseken keresztül megismerhetik a költőnő személyiségét is, átérezhetik gondolatai őszinteségét és témái aktualitását. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Az elvégzett munka 50%-a beszámít a lakbérbe, február 25-ig lehet jelentkezni. 25 évesen a világ elitjében, a balatoni régió ázsióját is növeli az elért siker. CT segíti a Nagyatád környékén élők gyógyulását, havonta 300 pácienst vizsgálhatnak a készülékkel. Február 25-ig lehet jelentkezni azokra az önkormányzati bérlakásokra, amelyek felújításra szorulnak. A kiírás szerint az elvégzett munka 50%-a beszámít a lakbérbe. A piaci albérleti árakhoz viszonyítva kisebb bérért költözhetnek a megújult ingatlanba lakók.
Ingatlan címek a belvárosból, Uránvárosból, a keleti város részből, Kertvárosból. Ezek azok az önkormányzati lakások, amiket felújításért cserébe bérbe ad a város. Jelenleg nincsenek kiadható állapotban, de aki vállalja, hogy felújítja, lakhatóvá teszi a bérleményeket, pályázhat a megszerzésükért. Legalább 700 000 forintos önerővel kell rendelkezni azoknak, akik pályázni akarnak, de az elbírásnál előnyt jelent a büntetlen előélet, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal érdemes kell igazolni, ezen kívül a jövedelmi helyzetet, illetve azt is figyelembe vesszük, hogy milyen régóta rendelkezik benyújtott lakáskérlemmel az igénylő. 700 000-nél lehet nagyobb a felújítás összege, de maximum 1,5 millió forintot tudnak figyelembe venni, amit lelakhat a sikeres pályázó. Február 25-én délután 5 óráig adhatók le a pályázatok a most meghirdetett 14 lakásra. Azonban aki most lekés ezt az időpontot, később még pályázhat. Ebben az évben ugyanis 2-3 ilyen pályázatot hirdet az önkormányzat, a következőt várhatóan tavasszal. 25 évesen a világ elitjében ezt sikerült elérnie Póner Ádámnak, a Kistücsök étterem helyettesének azzal, hogy kijutott egy lyoni döntőben, ahol a világ legjobb 24 szakácsa versenyzett egymással. Ádám és csapata a középmezőnyben végzett, de támogatója és munkaadója Csapodi Balázs maximálisan elégedett az elért helyezéssel. Mint mondja, ez a teljesítmény a magyar és azon belül a balatoni gasztronómia ázsióját is növelte. Innen indult és idáig jutott Póner Ádám, a mindössze 25 éves fiatal szakács, aki 2,5 éve a Balatonszemesi Kistücsök étterem séfje. Főnöke az a Csapodi Balázs, aki a Magyar Bocuse Akadémia tagja, és mindenben támogatta Ádám felkészülését. Mi csapatunkra és a mostani versenyzésre gondolok, az, hogy egy 25 éves fiatal ember elhatározza, hogy innen a Balaton mellől nekiáll, felkészül, elindul egy ilyen versenyen, és a világon a 12. lesz, hát ez tényleg egy káprázatos érzés. A világverseny során a zsűri nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző országok sajátos ízvilága mennyire jelenik meg az ételekben. De Ádámék még ennél is tovább mentek, és egy újabb elképzeléssel gazdagították, lokalizálták menüsorukat. Amikor a borjukaraj kiderült, hogy téma lesz, mi nagyon szeretjük a sült borjukarajhoz a spárgát, ezért a zöld spárga, ez rögtön mindegy ilyen szemesi alapanyag került bele, még akkor is, hogyha ennek éppen most nem ennek van a szezonja, de ezzel próbáltuk jelezni, és hát a versenyen még a menükártyában is ott volt, hogy ez az étel, ez a borjú Balaton módra, tehát ezzel próbáltuk azért a Balaton régiót népszerűsíteni. Csapodi Balázs szerint a tudatosság a legfontosabb kulcsszó a mai gasztronómiában és turizmusban is. Fontos, hogy az ágazat szereplői tudatosan építsék a Balaton régiót, a cél, hogy egész évben vonzó legyen a tó és környéke. Ebben pedig hatalmas szerep jut a vendéglátásnak. Új diagnosztikai eszköz segíti a nagyatádi térségben élők gyógyulását. A nagyatádi városi kórházban már működik a CT, amelyet egyelőre a fekvő betegek vehetnek igénybe. Tervek szerint havonta mintegy 300 járóbeteg ellátásban résztvevő pacienst is vizsgálnak a készülékkel. Hanyat kellene fölfeküdni, feje itt legyen a koponyatartóban. Jó. Cipő. Igen, cipő maradhat. Kicsikét feljebb legyen szíves csúszni, ütközésig legyen a válla. Új korszak kezdődött Nagyatád és térsége betegellátásában. Már üzemel a CT, és az első vizsgálatokat is elvégezték. Megnyílt az út a betegek vizsgálata előtt, megtörténtek már az első sikeres vizsgálatok. A kórházban fekvő betegek számára tudjuk ezt biztosítani. Várjuk a járóbeteg ellátáshoz szükséges pénzügyi finanszírozást. Ezt a megfelelő grémium feltehetően a jövő hónapban fog ülésezni, és akkor hoz döntést. És akkor készülhetünk arra, hogy a betegeknek, a járóbetegeknek rendszerezetten előjegyzéssel elindítjuk a vizsgálatát. Az egészségbiztosító úgynevezett többletkapacitás befogadó bizottságának döntése után tovább bővülhet az ellátottak köre. A korábbi felmérései szerint havi 300 beteg körüli esetszám, akiket eddig más intézetbe kellett küldenünk CT vizsgálatra. Erre a beteg létszámra igényeljük meg a finanszírozást. A modern diagnosztikai eszköz beüzemelése során pluszköltségek adottak, ezt a fenntartó nem tudta finanszírozni, így a kórház vezetősége úgy döntött, összegyűjti a hiányzó összeget. 22 millió forint volt a hiányzó összeg, amit elő kellett teremtenünk, ebből több mint 13 millió forint már összejött. Itt köszönöm meg minden támogatónak, elsősorban a térségünk három városának, Nagyatád, Barcs, Csurgó polgármesterének, a
képviselőtestület tagjainak és a kistérség vezetőinek, hogy önzetlenül támogatták. A képviselőtestület egyhangú döntése értelmében a város 4 millió forinttal támogatta a CT beüzemelésének költségeit. Kínai Holdújév ünnepségét rendezte meg a Konfuciusz Intézet a Kodály Zoltán gimnáziumban Pécsett. Az eseményen az intézet gyermek, kínai nyelvcsoportjai, középiskolásai, továbbá egyetemi hallgatói kulturális műsort adtak. Az ünnep alkalmával a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar hagyományos kínai orvoslás Konfuciusz Intézet igazgatójától búcsúztak, aki átadta székét az új vezetőnek. A kínai holdújév olyan ünnep, mint nálunk a karácsony. A Pécsett élő és tanuló kínaiak és a kultúrájukat ápoló pécsi iskolák tanulói a Konfuciusz Intézet szervezésében vettek részt számos érdeklődővel együtt a kínai újév megünneplésében. Ezt idén a Pécsi Tudományegyetem partnerintézményében a Kodály Gimnáziumban rendezték meg. 3 évvel ezelőtt akkor olyan 10-12 gyerek érdeklődött, egy csoportot tudtunk indítani, és a mai nap ez a szám már meg háromszorozódott, körülbelül 30-an tanulják a gimnáziumban a kínai nyelvet, 2 kezdőcsoporttal és 1 haladócsoporttal. A tavasz ünnep alkalmával a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar hagyományos kínai orvoslás Konfuciusz Intézet igazgatója, professzor Mao Ong kínai igazgató elköszönt és átadta vezetői székét dr. Cui Kiamné professzorasszonynak. Az ünnepsége Miseta Attila, a PTR rektora az egyetemen zajló kínai és nyugati oktatás kapcsolatát és a kínai kultúra jelentőségét emelte ki. Hát ez a kapcsolat természetesen egyrészt a kulturális kapcsolatok erősítésére szorítkozik, talán ez a legfontosabb eleme, és az itteni kisi bemutató is majd hozzájárul ahhoz, hogy ezt bemutassa. Másfelől természetesen az egyetemen belül az egészségtudományoknak azokat a részeit, amelyek a kínai orvoslásban megjelennek, természetesen a megfelelő nyugati kritériumrendszernek megfelelő részeket értem itt, azokat próbáljuk népszerűsíteni, fejleszteni. Az eseményen az intézet gyermek, kínai nyelvcsoportjai, középiskolásai, továbbá egyetemi hallgatói kulturális műsort adtak. Fellépett a Kodály és a Babics gimnázium kórusa is. A megemlékezés után tradicionális kínai ételt, a gőzgombócot szolgálták fel az ünneplő vendégeknek. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Digitális szakadék csökkentése, a kormányzat gazdaságélénkítési folyamatának újabb állomása Tolnán. Népszerű az elektromos autók pályázat, már 2000 igénylés országosan. Fejlesztés, több köztéri lámpát helyeznek ki Tolnán. Erdőlátogatási tilalom Gemencben, sokan gyűjtik a gímszarvasok agancsát, pedig bűncselekmény. Tolna megyében csütörtökön nagyrészt napos, az évszakos átlagnál kicsi enyhébb idő ígérkezik, de a tartós kötfoltokban fagypont közelében marad a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsoraikat visszanézhetik a megszokott oldalakon, tolnatalj.eu, illetve keressenek bennünket a Facebookon. Képet, videót is várunk ide, naponta friss hírekkel, érdekességekkel is találkozhatnak. Viszontlátásra!